Kárpáti József volt az első orgona tanárom. Olyan kisugárzású tanár volt, hogy ha egy fateknőből kellett volna muzsikus csinálni, abból is azt csinált volna. Emlékszem, a legelső mű, amit megtanultam, az Bachnak a C-dur preludiuma volt. Az elején rögtön lehetett látni, hogy egy nagyon tehetséges, ám bár eléggé nehezen kezelhető gyerek volt. Nagyon szorgalmas, mindent megcsinált, amit kértem. Maximum az, hogy nem mindig abban az időpontban jött órára, amikor kellett, és nem azt hozta éppen órára, ami föl volt adva, de nagyon jól lehetett vele dolgozni. Az orgona tanulásnak egy alapvető feltétele volt az, hogy legyen egy állandó gyakorlási helyszín, ahol az ember meg tudja tanulni a feladott házi feladatot. És hát azért természetesen orgonát szerezni egyáltalán nem volt könnyű akkor sem Budapesten. És apukám megkereste a kőbányai Szent László templomnak a plébánosát, Bárdos Ferencet, hogy gyakoroljon az ő fia ott. Apám még csak 10 perce mesélt erről neki, kinyitott egy fiókot, odaadott egy kulcsot: öcsikém, majd ne felejtsd el minden nap lekapcsolni a lámpát. Így lettem én a kőbányai Szent László templomnak az orgonista tanonca és egyben orgonistája. Minden este egy olyan idősebb pap misézett, aki véletőleg halálosan szerelmes volt a saját hangjába, és egyszerűen nem vette észre, hogy a templomban 3 néni ül, és alig várják, hogy vége legyen a misének, és mehessenek haza. Tehát a papbácsi minden este 3-4 órás, 1 órás prédikációba bonyolódott. És mivel ennyi szerettem volna tovább gyakorolni a mise után, részben átéreztem az öreg néninek a keservét, akik lent ülnek a padba, és nem mehetnek még haza. Ezért egyfajta pszichológiai hadviselésbe kezdtem. Az orgonának a legmélyebb hangszínei, azok nagy 10-12 méter hosszú sípok. Ezeknek szinte már nincs is hangjuk. Tulajdonképpen csak egyfajta rezonanciát adnak a fölöttük megszólaló sípokra. Minden este, amikor elkezdődött a prédikáció, 4-et ezekből a sípokból egyszerre megszólaltattam. Ezeknek nem volt hangjuk, csak hatásuk. Elkezdett lüktetni a templom. Egy olyan fajta lüktetés volt, mintha furnának alatta a mélyben valahol egy metró alagutat, vagy a vadászbombázók érkeznének már a város határánál. Elkezdett minden lüktetni. Én magam is elkezdtem szédülni tőle, mert kiderült, hogy a 4 alsó hangnak az egyidejű megszólaltatásával tulajdonképpen infrahangot hoztam létre, ami hadászati célokra használható. Az öreg papbácsi először beleakadt a szövegbe. Az alanyok nem találták az állítmányokat. Aztán később teljes mondatok maradtak félbe, és a végén általában egy ilyen dühött amen volt. Úgyhogy sikerült elharmadolnom az eredetileg órásra tervezett prédikációt. Ez volt az egyik módszerem, a másik az egyfajta biológiai felismerés. A Szent László templomnak a padlása tele volt denevérekkel.
Ha az orgonának az egészen pici magas sípjaiból 3/4-et egyszerre megszólaltattam, annak se volt kimutatható hangja, tulajdonképpen olyan volt, mint egy ilyen gyors forgású fogorvosi fúró. De ez a magas hang aktivizálta alkonyatkor is az egyébként csak alkonyat után kijövő denevéreket. És a denevér családok ettől a hangtól megriadva elkezdtek föl alá suhanni a templomban, néha még hangot is hallattak, és ettől annyira megijedtek a hölgyek, akik ott voltak és esti misét hallgattak, meg maga a pap is, aki beszélt, annyira megijedtek, hogy egyszerűen egy ilyen biológiai pánik állapot állt elő, és befejeződött mindig a mise. Rögtön a kórus kísérői bemutatkozásom iszonyatos botrányba fajult. A katolikus egyház liturgiájában minden évben egyetlen olyan pillanat van, amikor az orgonának másodpercnyi, sőt tized másodpercnyi pontossággal kell megszólalnia, és be kell töltenie a teret. Ez nagy szombaton van, mert ugye a katolikus hagyomány szerint az orgona nem szól a nagy héten, tehát Krisztus szenvedésének a hetén egyáltalán, a harangok se szólnak, és amikor a nagyszombati feltámadási szertartásban egyszer csak a pap beintonálja a megfelelő hangsort, akkor az orgonának meg kell szólalni, közben a harangok is megkondulnak annyi nap után, és be kell tölteni mindent, és legelső nagyszombatomon ott ültem az orgonánál, borzasztóan izgultam, tudtam, hogy milyen akkordokat fogok egymás után játszani. Mindenki olyan várakozó tekintett rám. És amikor beintonálta a pap azt a bizonyos dallamot, amit meg kellett volna szólalni az orgonának, megütöttem az akkordot, és az egész templomban tudod, mi hallatszott csak összesen? Mivel abszolút hallásom volt a saját hangom, ugyanazt az akkor legfelső hangját énekeltem, és nem volt bekapcsolva az orgona. És a nagy orgonáknak a bekapcsolása az kb. 60-70 másodperc, amikor ezek a hatalmas, nagy háromfázisú elektromos motorok beindulnak, és mint egy repülőgépnek a hajtóművel lassan bepördül, fölpumpálódik, és egyszer csak föltöltődnek a szélládák levegővel. Életem legkínosabb 60 másodperce volt az. 60 másodpercen keresztül úgy éreztem, hogy az emberiség engem néz. A templomban volt 1500 ember. Néztek. Tehát én rögtön bukással kezdtem. Amikor végre megszólalt az orgona, ettől már annyira ideges voltam, hogy életemben először kellett kísérnem nagy kórusművet. Nagyon megtanultam, minden hang a helyén volt, de olyan ideges lettem, hogy félreértelmeztem a templom karnagyának a beintését, és feleztem a tempót. Tehát dupla tempóba kezdtem el. A kórus alkalmatlan volt Handel hallelujájának a dupla tempóba való megszólaltatására, tehát ők az eredeti, leggyakorolt tempóba énekelték. Sikerült azt hiszem egyébként helyreütnöm a 60 másodperces csönddel kialakított botrányképet magamról. Mondhatnám, hogy zajos sikerem volt, annak ellenére, hogy a Handel hallelujáját 3 perccel korábban fejeztem be, mint a kórus. Nem is voltam tulajdonképpen tudatában annak, hogy mi történik, csak az volt a furcsa, hogy én eljátszottam az utolsó akkordot, és ők még hosszan énekeltek magukban. Úgyhogy ez egy olyan nyitány volt, amit azt hiszem soha nem felejtek el, de aztán később rájöttem arra, hogy valószínűleg ezért nem izgultam soha később életemben. Amit egy ember elronthat a karrierének 40-50-60 éve alatt, azt én ott rögvest az elején elrontottam. Tehát én az a vendég voltam, akit bevisznek a csodálatosan terített asztal, és rögtön leeszik mindent, kijönti a boros poharat, utána már nyugodtan lehet, ennél nagyobb tragédiát nem csinálhat.